A 0-5 valamennyit mentek a vonásaton. Hát amit én mentem, ugye Q1, Q2, Q3, ott a 1-0-6-0 volt a legjobb kör. Tényleg a százalék van beállítva, nyomtani? Igen. Nagyon szarok amúgy ezen a pályán. Hát így azért nem equal, így azért az eleje gyors, az első hármas. Utána mentem pár kört a futamon, aztán Hamilton tudott csak velem jönni, a többiek már 30 másodperce voltak. Hát kellene egy futam, ahol jól szerepel. Lényegében amúgy igen. Itt minden esély megvan rá. De elment az első kanyarban a hátuljuk. Ah, nekem is, új kör, aha, új kör. Meg is forogtam. Vigyázz, Gábor, vigyázz! Átlag. Gábor, inkább spórolj bele, mert egy szarabb körrel is ott vesz a lejébe. Micsoda? Mondom, inkább spórolj bele, mert forogtam. A következőre mondom. Már csak egy lövés ja, van. Ja, leraktam, mint lean, neki meg van sát lett így is. Van sát. Az biztos. De nagyon szarkört jövök, szerintem az alig lesz 1-0-5 valamennyi. Anyád, jókat jönnek most amúgy. Mindjárt jövök egy perc. Én szerintem megnyi volt. Mi történt? Csak a leggyorsabb kört ment. Levi. Azt hittem, csak kiopta. Lehet, hogy van valami videó. Ja, nem. Gondolom, nem gyerekek. Ó, és még ez is. Az igen, Dani. Egy 19 az jó kör? Bőven, teljesen. Én a középső szektort úgy, ahogy van, elrontottam. Sokat számít. Áj, de sok bassza meg! Most sem lett jobb. De egy kicsit jobb lett, de nem érek vele sokat. Dani, mennyit mentél? Lőd egyet. Őt egyet mondani? Azt a kúrva, az nagyon jó. És most mínusz 5 tizedben voltam, Geci. Faszom. Még jobbat jön. Én megcsúsztam a kurva életbe, és összetördem magam. Kurva istenit! Na, kurva istenit! Kurva isten, és úgy elbasztam az elejét. De úgy elbasztam az elejét. Büdös. Én egy 1-0-4-5-öt jöttem volna. Csak ott az utolsó, ott a, nem tudom melyik kanyar az, az utolsó előtti gyorsjobbos előtti résznél, ott kicsit megcsíptem a rázót, és megforogtam. Aha. Hát nekem is maradt benne a kettes kanyar. Nem vonjom, szegyre ritajot. Jó, persze. Bocsánat, hogy ne. Szerintem Levi pont Hamilton megé fog kerülni. Nem érdeke. Aha, pont. Nem. Pont. Lesz meg fest. Onnan lesz izgi. Szarok énre. Első körben itt leszel nálunk. Így van. Én mivel, hogy csak egy kört mentem, ezért megpróbálom a sárgát. Nekem nem enged olyat, hogy a sárgát rakjon be, és ne legyen ott izé harmadik kiállásom, vagy mi a franc. Fajak? Nem engedi. Nem tudsz végigmenni. Majd meglátjuk, hogy meddig bírja piros. Szóljatok, hát már. Vagy Gábor, hát. Egy pillanat. Jó. Indítom. Most. És mehetünk. Na hát akkor hajrá. De hajrá. Nem kell tudjat. Lehet, hogy ez a két kiállás, ez kifizetődöm. Jó külső ív. Azt a kurva, Dani, vigyázz. Hát nem tudok mit csinálni, de bazd, nem tudok mit csinálni.
Jézus Mária! Illegál overtake! De... Levi, te élsz? Én itt vagyok mögötted. Ha minden én. Az meg kaptam két illegált. Jó, hát nem is tudom visszaadni. Hagyd, ne add vissza. Nincs értelme az illegálnak. Hát de bazd meg ez nem volt. Adott. Hát ötszeg. Konkrétan nem forgattam el a kormányomat, és csak toltak el. Basszus. Hallod, Daninak bement belőle Bottas vagy Hamilton, nem tudom melyik már volt, volt, de... Kurva. Nagyon figyeltem. Mondom, én meg inkább toljon. Ott voltam mögötte, én meg kiforgattam, mert tudtam, hogy ha hagyod, akkor semmi nem történik. Én nem törtem, Levi, te? Nem. Akkor jó, ennyi... akkor mindenki megvan. Amúgy én forgattam ki Bottasztot. Felét forgott Bottaszt, én meg kiforgattam, hogy menjünk már. Gyerekek, ezzel mi levonatózzuk. Hát nem erre van esély. Baszki, megy itt át ő rendesen. Ja, teljesen elszúrtam még az egyest. Dani. Az igen. Hát hallod? Én füvesztem egyet, úgyhogy... Pedig nem Zandvoortba vagyunk. Dani, látta, ez szép volt így. Ja, hát ment egy kis ezék cutting sangre, azt hiszem pont ugyanitt volt, nem? A Bottas. Ott igen. Hát igen, a pályán csak nem ott. Nyilván, ja. Egy rémesen izgalmas futam elé nézünk, ahogy látom, bár mondjuk a taktikával itt lehet kis érdekesség. Valaki bevállal egy jó sárgát. Én bevállalom. De elvasztam azt a húzat. Nem csak te, mentem utánad. Jó, hát ez az, amit tényleg ilyen... Dani, így is egy másodperccel gyorsabb vagy. Jó, de úgy basztam el, hogy azért levagdostam egy kicsit. Verstappen, izé fordítottam van amúgy? Egy pillanat, kanyar után megnézem. Hát látom. Piros. Piros van már. Ja, tényleg én is láttam. Ezt a valós nem érzem itt nagyon. Az elsőt? Nem, itt a most vagy. Ja, értem. Én a másodiktól félek, mert ezt ráragadtam. Pont ezt mondtam, én itt forogtam meg, amikor legjobb körmentem volna az én időmérőn. Emlékszem, amikor te az első év, első szezonban kiforogtál. Levi, belénk csúsztál? Nem, véletlenül úgy volt, hogy nagyon hirtelen fékeztek, és el kellett kerülnöm, aztán a hátsó kereken beleért az első szárnyom, aztán megfordult. Ojo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 j
Rányomtam a fékre, és elkezdett tolatni ez a szar. Fú, ez pampó nekem is. Lett az egyes kanyartól is parázok amúgy. Hát, necces. Ú, gyerekek, amúgy körözni fogunk, úgy érzem. Uh-huh. Én a 15. körben már köröztem az előbb, mikor mentem egy gyakorlás. Azt az ötszeket amúgy majd le lehet vonni a végén, ja, bár nem hiszem, hogy egy újra nem fog számítani, tehát hogy azt hogy engedjen vissza, bár nagyon remélem, hogy nem tölti le a box kiállásnál, mert akkor nem még biztos, kicsit... hogy lefogja. Egyébként szerintem marhára nem fog számítani sehova, úgyhogy én is széles vagy. Dani, mennyi a leggyorsabb kör? 8-1. Az igen. 8-3-at jöttem. Yeah, én. DRS! Én is. Így, hogy nyitom a DRS-t, annyival előbb kell fékezni, mikor kurvára nem áll meg. Uh-huh. Nagy különbség. Bottas előzi first step-ent. Az neked csak... Az nyírják ott csak egymást, jól maradnak legalább. Már kettőre vannak. De ott mögöttük óriás space van.
ott van még egy racing point, és utána viszont senki, nagyon messze. Hamilton Campo? Nem tudom. Leszarom. Hamilton? Minél? Nem tudom. Nem, az ott van, a vonat mögött. Valahol ilyen tizedik környékén lehet. Uj. Fogy a gumi. Igen, már 33. 22. Nem mondod. Akkor Levi, neked végig fog menni a piros-sárga. Így viszont simán. Az nagyon durva, nekem is 30. 11%-kal jobban áll. Az rengeteg. Az kemény. Belegondolva, ez a második balos se kényelmes. Az a két kanyar szar, a többi tök jó ezen a pályán. Én ezt sem szeretem itt a végén, mert igazából sose tudom bevenni. Itt is érzésre kell kurvára. De hogyha kicsit sok, akkor már szívsz. Na most Peti beindult. Ja, kezdem szokni. Nem nagyon mentem most itt köröket. Én meg itt elnyitogatom Danira a DRS, de messze nem vagyok olyan közelségben, hogy bármilyen veszélyre fenyegessem, úgyhogy nem lesz egyszerű ezt végig koncentrálni, főleg, hogy nem történik semmi. Ah, le fog csökkenni a koncentráció szint, ez tuti. Én már most érzem, hogy így bealszom. Igen. Kezdem értékelni Hamilton futamait. Fejét kékelődnek a győzelmek? Tényleg nem lehet könnyű basszus, hogy, ennyire nem történik semmi. Ellenben, ha történik vele valami, akkor mindig valami para van. Tehát szerintem ezt ő most nagyon betanulta, hogy így üresben tud koncentrálni, de ha már van körülötte egy futam, egy igazi, akkor mindig hibázott eddig. Mindig. Igen, könnyen. Abban olyan faszán ment, amikor hátulra került, tehát ő, mivel nincsen semmi kockázat, tökre élvezik. Igen. Törökországot is halál jól lehozta sajnos. Én nem csípem, de nagyon jól megy. Az a török futam, az azért respekt. Ott azért megmutatta, hogy azért nem véletlenül nyert ennyit, amennyit. Jó, oké, kellett az az autósággal alá, de hát akkor is azért az ott nagyon ott villantott. Kövi körbe kell a boxba menni, de már az meg ilyen 50%-on van a gumi. Csúszik el rendesen. Hú, de elbasztam ezt. Azért már igen. Ja, 54-en van a hátsó. Nekem 37-en. Levi azért még nagyot nyerhet. Bazd meg. Itt azért még a stratégiával azért még lehet érdekesség. Hát a 10%-a jobb a gumi, mint nektek. Az sok. Az egy sárga sima. Ja, letölti a büntit. Majd visszaadjuk. Azt a kurva. Még Stroll kijön elém, de amúgy senki más. Még Leclerc. Fú, én viszont bejövök a vonat mögé, ezt nagyon beszoktam. Voltak kéne az elég? Nem, még senki. Senki nem jött. Hetedikre visszajöttem. Hát én a 14-re. Igen, az necces. Így lehet, hogy neked nem értem meg. De engem is fel fog tartani a Leclerc, ha csak nem most mennek a boxba. Mert nekem indítok most még egyet, mert itt azért lesz érdekesség, ahogy... Oké. Helyes. Basszus, annyival jobban tapadok... Most írta ki, hogy 5 seconds, race control, DRS enabled, warning, exceeded track... Ja, így egyszerre.
Aha, ezt így egymás után. Á, baszki. 3 másodperces kiállás, Jézus. Engem Leclerc úgy föltart, gyerekek, nullára kopott pirosokkal, én meg jövök mögött egy pirosra. És bazzeg, utána meg nem enged el. Ról elé jövök vajon? Talán igen. Hú, nagyon lassúak, basszus. Nagyon-nagyon lassúak. Hú, Peti, mennyit számított. Ja, direkt azért vártam ki egyet, hogy ne kerüljek forgalomba. De hideg még. Igen, ha a Leclerc nem tart föl, amúgy konkrétan ott lettem a Stroll seggében. Stroll. Nagyon lassúak, úristen. Megy a boxba, megy a boxba, feltart. Remélem. Jézus, remélem, ezek is takarodnak a boxba, nagyon feltartanak. Stroll kiment, de jó föltartott. Verstappen is kint van, de Bottas még nem. Húzé! Kvyat telibe vágja hátulról Vettelt. Komoly volt. Tani, összám. Jó, hát nem kell olyan izmoznod, mert rád kell vennem több mint 10 másodpercet. Ja, igen, mert ők, mi kétszer jövünk. Mind a ketten kétszer jövünk? Hát nem tudom. Igen. Hát poén, legalább valami íz van. Ja, hát lebdobkustam, mert nem sok íz van. Most vagy fehér gumin vonatozom mögötted, Peti, vagy most megpróbálok valamit. Hát én is ezért mondtam, hogy akkor legyünk külön stratégián, hát most bazd meg, miért gyorsul le az Alfa Tauri? Érdekes. Honda jobb, mint a Renault. Hello. Multi 21. Úristen, de lassú Norris, Jézus Mária. A második balosban megelőztem, és full tisztán, nagyon elkoptak. Azt. Nekem most 53 a gumi. Az fasza. Akkor te piros-sárgával végigmész. Még egy nagyobbat nyer. 0-8-9-et jöttem, baszki. Fara. Ennyire feltartottak. Na azt látom, 12 másodpercre vagy Danitól az egyről. Jó, jó, igen. Hát, ugye abból... De volt egy 5 másodperc. Igen, igen, de hát akkor is 7. Hát, beszoptam itt a 7-es boly mögött. Hát... Van, tehát újja. Norris még mindig megy, ez mi az jó Isten, ennyire csinál, hülye? Júj! Az megvan, ahogy amúgy átmegyek rajtuk, hogy valami izgalom azért legyen a futamban. Én most jövök majd. Az meg lesz a piros-sárga. Ja, kívül ezek. Nem, először ott jöttél. Hát az az ívén, csak az ívén jöttem volna folyamat. Ausztria 2019. Az meg kapok tőletek. Netszesen állt meg DRS-re. Láttam. Meg amúgy kb. Egy kör, és már jobban fogsz tapadni, mint én. Azt nem hinném amúgy. Fú, amúgy könnyül az autó, és lehet később fékezni. Mondjuk nem ennyire későn, de... Inkább, mint egy ötszög. Jó, hogy lassabban mentél be? Aha. Nagyon biztonságít. Ja, én is nagyon. Hát én is inkább mondom, mint kockáztatni. Az meg miért vagyok ilyen lassú? Az meg! Azt a kurva! Azt a kurva! Ja, azt a... Az kemény. Jó ez a DRS. Tudom.
Itt van a seggemben, Péter. Ezt hogy a picsába? És Ridge-be megyek két kör óta. Jó föltarthattak. Hát meg az ugye az 5 másodperc azért az... Igen, azért az. Ajjajjaj, de sok volt. Hát Petit se lehet lerázni. Így. Igyekszem. De amúgy nagyon a határon megyek, hogy ne szakadjak ki a DRS-ből. Nulla 8-3-at jöttem pirosan, mi a fasz? És épp vagyok, tehát nem sérült semmim. Kurva lassú vagyok, de miért? Ezt nem értem. Ez fura. Most is DRS-eztem, Devi mögött, és piros első szektor. Valamit nagyon szarul csinálok. Ne! Azt a kurva, az első balos beforgatott. Anyád jön az első körözés. Ja. Már most? Aha. Ez a futam felénél se vagyunk. Itt lesz, aki két kört kap. Az igen. Jó, de hogy azt nézed, basszus, szerintem kb. Bottaszék elé fogok visszajönni. Tehát visszajövök negyediknek. Majd a kiállás után. Hú, Dani, igazából te most sokat segítesz ezzel Levi ellen. Nagyon sokat, hogy ott lehet DRS-ezni. Én három körút a DRS-etek. De hogy az a vicc, hogy Levire nem jövök. Ja, ez az a piros már kopik. Levinek még most lesz a legjobb. Ja, hát már 32-n van, úgyhogy... Ja, ti mindjárt jöttök még egyszer, mert 19-dik körjön. Anyás, tényleg itt van. Ú, Dani, mentem utánad! Nagyon elnéztem. Úgy az esküszöm, hogy valami kód is van a játékban, hogyha valaki elmegy előtted szar irányba, akkor mész utána. Mert egyszer nem rontottam ilyet. Engem meg most valahogy beszippantott a Giovinazzi, vagy nem tudom ki volt az. Levire egy millimétert nem közeledek. Na, Latifi, ne húzz meg! Levi, húzva. AI vagy? Levi, miért AI? Mi? Levi, AI. Levi, itt vagy? Ez egy kiváló kérdés. Tényleg, hallottuk egy ideje. A box óta nem hallottam. De röhögsz, mert amúgy nem tudom megelőzni. Az AI-ját se. Ez a Racing Point kibaszott gyors az egyenesben. A Renault motor meg annyira még nem, hogy nyomom itt a DRS-t is, meg a RS-t is, de hát nem tudom. De nem tudom, mi van vele. Jaj, és Magnussen, te jó idióta barom! Az egyesbe belépítette a kiáraton. Nem mondod, úristen, hogy ő majd ő elenged. Hát azért az egy kis pénzt az akinak, de minimális, hát ezt ne. Akkor kell jönni, 22. Anyád, de amúgy nagyon durva, már 15-et körözzük le. Ez amúgy undorító, hogy konkrétan az F1 18 óta nem hozták. Na, itt a Levi. Itt vagyok, csak... Hely. Szülői gépen... Okay. Igen, csak a szülői gépen Windows update egy kicsit bekavart, aztán... Ja! Oh. Nem akart újraindulni. Amúgy ne aggódja, nem történt semmi változás. Jó megy a kocsit. Ezt mondtam Petieknek, hogy olyan kibaszott gyors az autód az egyenesbe, hogy erre se meg DRS se nem tudlak megelőzni, vagy öt köre.
Persze, mert az AIK felhasznált az összes erősömet, meg benzinemet. Minus 36-ban vagyok. Azt a kurva. Nem mondta. Mi a fasz? Mindegy, meg Gábor, úgyis vagy a boxba. Hát ez rohadt jó. Nem át nem bírok menni. Na milyen jó csatát nyomtok ott. Russell, geci. És hol enged el? Ez nem normális. Na igen, vigyázz velük. Nagyon, és te még egyszer át fogsz menni mindenkin, Dani. Tudom. Ja Istenem, nem akarom. Ezekkel nekem is át kell menni majd. Ja, hát Petit nem sikerült lerázni, annyival amennyivel kéne. Szóval hülyére nyeri ezt a futamot. Hát, sajnos valószínűleg én. Bár álszemtelnék, ha azt mondanám, hogy nem örülök. Pedig azt kéne mondanod, hogy nem örülsz. Oly szomorú vagyok. I want to race with somebody. I am like Lewis. I want to die. This is your hardest race ever. Ah, toughest race ever. Yes, best fans. Best fans of the world. Yeah, you are the best. Best fans. Az minden. Don't worry, I am pushing like hell. Mondjuk valószínűleg Levitől is kikapok, mint a szar. Úristen! A hátulja úgy elment itt ebben, ahol legutóbb is megfogottam. Ja, pedig még azért sokkal ezzel a szettel. És már rakhatom vissza a standardben, na jó van. Box in this lap. Pont megúsztam az élekörözést. Megáll! Megáll, jó! Megállt. Ó, hogy rohadjak meg! Na. Büdös picsába. Mi történt? Szarral törtem a szárnyomat kifele. Ne. Vérvörös. Meg akartam előzni a Levit, mert pont bementem on elé, de így még összeisültem a szárnyom, és még mögé is kerültem. A faszom. Szerintem ezzel nem is fog tudni menni. Mi? Ne, ki fog dobni, ne már! Nem baj, ha így megy, visszahívunk. Nekem most elég uncsi része. Így van. Hogyha visszahívhatnak. Nekem pont lekörözések vannak. De nekem megy a játék, hogy... Megy a játék? Igen. Nekünk nem írta még ki, hogy lefteltél. Igen. Szerintem csak a múltkori, ki, mint az izét, az első körös hülyeségeidet, azt is most írta ki, hogy Levi áll. Lehet, mert az is a box után volt. Á, akkor nem tudok menni az a szárnyal, arról hagyjak meg, hogy mi vagyok ilyen hülye. Egyébként nem vagy azért lassú. Dani boxba vagy most? Nem. Ó, bazd meg, akkor baj van. Nálam vagy. Gábor, lőd ki a programot, én még újra is szól, hogy a hívhatlak. Jó. Ne. Egy hómat. Keresztbe raktad egy az alpát. Kajak? Igen. Nem már. Nekem nem is jelezte, hogy ott van. Azt hittem, hogy lefékezett telibe, azt elengedett minket. Nem. Próbáltam kívülről megelőzni, de bent tartott a kívül, úgyhogy mondom, inkább elveszem. Aztán úgy fordult elő, hogy keresztbe állt. Basz. De minek megy akkor, hogyha elenged, nem értem. Na, csak középre be kellett volna raknia. Jó, most tölt be a játék, úgyhogy ha Peti ráérsz, akkor meghívhat. Ha mehet? Aha, mehet, persze. Oké, okay. Invite friends. Kínál Gábor, azt mondja övének, hogy idol, de azért elküldtem. Elment? El már most tölt be a játék. Úgyhogy... Hol vagyok amúgy, ezt tudjátok? Én nem látom. Nem. Ne gyere már vissza ide, Jansi, te barom!
Ennyi már innen? De megint ezt csinálták, hát hihetetlen. Megint az ideális izé, kanyarodási íven, ott marad a kanyar közepén. Nem, nekem visszarakta. Na, a Gábor joint. Joint. Majd én is egy felvételt. Amúgy ötödik vagy, Gábor, ötödik. Igen, ja. Ötödik vagy. Hopp, rádé. Akkor az reális. Már pont akkor megelőztem Verstappent, úgyhogy nem tudom, mi történt, de ez érdekes. De egyébként ez nem tudom, hogy van, hogy engem kidob, de nekem meg megy tovább a játék. Tehát nekem az a fura, a hogy migrating host akkor. Nem, majd téged kidob, akkor migrating host, és akkor neked rakja. Igen, igen, és nem volt migrating host. Ne gyere vissza te is, Grozsan idióta. Hihetetlen. Amúgy esküdöm, direkt szopatom a levit azzal, hogy megelőtt az aikat. Dani átment valakin, és aztán nekem full hülyeségeket csinálta. Megszórtam őket egy kis poporral. Gábor, már vezeted? Most igen. Felvétel? Ilyen esetben akartam visszülni, és nem a kanyarba. Megy a felvétel. Levitte az összes erresemet. Nekem is azt csinálta, az összes erres, meg benzint is ráadásul. Benzin még van. Dani, még így is jössz rám, az kemény. Jó, frissek ezek a sárgák. Jaj, te már voltál ki még egyszer? Én kétszer voltam, tényleg voltam. Igen. Ah, kellene kapjalak. Nekem még kéne botot elkapni. Jó, ennyi. Mi az? Három szeg. Ó, basszus. Amúgy nekem is egy hiba, és jön a következő. Vagy jön nekem is. Nekem is már két exit, már van egy exit időm. Én őszintén szóval fogalmam nincs, hogy állok vele. De szerintem talán egy van, vagy ilyesmi? Egy vagy kettő. Na megint itt ez a jó Russell. Reci hol van, by the way? Első. Elő. 14-re tőlem. Az jó, mert nálam nincs bent. Én harmadik vagyok. Csodát. Nem baj, mi látunk Gábor, szóval. Bottas egy másodpercre van tőled? Nem, Bottas 17-dik, de itt van előttem. Gábor, de valami nem állt lent helyre. Jó, ez a lobby. Valami nem stabil itt, igen. Most nem az mindegy. Internetemben van. Gábor, ha... Bottas megelőzte Latifit, és 19-dik lett. Kék zászlóznak neki. Na, ez a jó videó vagy. De amúgy, Gábor, hogyha megelőzött Bottaszt, akkor hivatalosan most nálunk, akkor... Jó. Igen? Igen, most menni kellett egy kör. Negyedik. Tehát most okay. Negyedik vagyok. Igen. Negyedik, ötödik. Bár ötödik vagy. Bottas 20-dik, de most fogom megelőzni, úgyhogy igazából voltak mindegy. Na most a jó, most beállt. Bottas 4-dik, itt van előttem pont. Jó, na akkor most jó. Nem vagyok a játékban végre, de remek, nagyon jó. Aggódtam, hogy na nem most végre. Már mindenki. És meg is van az előzés. Na most már 4-dik vagyok, hivatalosan is. Na, Dani, meg köztem ez még egyáltalán nincs lefutva. Jó, ott még a második helyen lesz egy jó kis csata. Hú, de jó följött. Én meg itt elautókázom magamban. De röhögnék, ha lenne egy SC. Jó. Azon a lendülettel mennék ki pirosért. Bottas azért jön vissza az egyenesben. Hány embert köröztetek le amúgy? Nem tudom, most jön egy Ferrari. Oha. Hát akkor sokat. Azt is, hogy tőlem 17-re vagytok, ez nagyon kemény. Hogyha az 5-öt levonjuk, akkor is 12. Jó, mondjuk ebben benne volt a kidobás, plusz a feltartás. Fettel 13. előttem.
Azt a... Kurva. Akkor kb. Ez egy 10 kört fog kapni. Most ide, de Marcel, nem vettem velük. Ó, Giovinazzi, nagyon rossz helyen vagy. Itt engedett el. Ja, láttam. Anyám. Az első kanyar közepén. Fettel behúzott elém. A legnagyobb izgalom a futamon a lekörözés. Amikor az életveszélyes. Amúgy igen. Hát ők pont azért. The most exciting race ever in this channel. Ez borzalmas. Az örülök, hogy nem csak az én felvételem lesz meg, mert az viszont egyetlen szar lenne. Na, hülyet végre valahol értelmes. Hát nekem most ki lesz. Jaj, ne gyere vissza, ne gyere vissza. Igen, azért így, hogy... De már! Idióta! Ne, kilököd! Ne! Besatúzott előtte. Ne, basszus. Hát csinálják. Mondtam. Gyökké, de nem a izébe. Persze, hogy összetört. A cél egyenes előttibe. Pedig még jóval előtte megelőztem, simán ott hagyhatta volna az meg. Magnussen, de rossz helyen van. Eseng, de jó helyen. És tört a szárnyam nekem is. Basszus. Értem, hogy csapatutasítás volt, mert Red Bull meg adhat a úr ide. Hát igen. Mondtuk, nem lesz pénz. Eldobtam 10 másodpercet ezzel. Tényleg, ja. Na, Gábor. Hát de így is 2-5-re van, tehát... Mert ugye, hogyha az 5 lejön, akkor is 2 fölött van. Ilyen, és én itt még körözgetek vastagon. Most is itt Grozsán itt szerencsétlenkedik előttem, úgyhogy... Jó, amúgy itt ezek a körözgetések levével, az amúgy jó kis videó lesz egyébként. Igen. Csak ez a Kvyat nem hiányzott nagyon. De ez ja, a azt nem értem én sem. Ez életveszély. És ilyet tényleg csinálnak. Tehát én ezt nem értem, hogy ilyen hülyeséget miért raknak bele. Tehát ezek annyira nettó fasság, tehát ilyen nem létezik. Hú, Levi, ennyire összetörtél? Narancsa jobb szárny. Nekem is narancsa van. Egy köröt hoztam majdnem 2 másodpercet. Reális. Az a baj, hogy ez számít nagyon. Ki is forgatott, vagy mit tört? Persze. Hát igen, keresztbe álltam. Utána meg beállt elém, nullára hát konkrétan itt hoz mögöttem, Levi, egy 8-10-re vagy 7-re. Meg annyi se volt, szóval 6. Nem, hát pont itt azért a fanatek tábán előztem meg a fiatot, azt is szerettem. És hogy idióták az AI-k, így azért mindenkinek benne van nagyon, hogy hibázik. Van Peti tartalékolsz az utolsó körre? Azt is, de amúgy miért? Na csak kérdeztem. Nem csak úgy jövök egy 8-15 körönként, mondom, tudod, hogy tartalékolsz egy gyors körre. Az meg tegyen meg rá, akkor mindjárt leelőz. Én ezt nem tudom, hogy hogy. Még egy belgát nem csinálhatsz. Russell tolna a pályára. 3, hát nem mentem jobb kört. Én ezt nem tudom, hogy a picsába. Én sem. Para. A Ricciardónak most adok kört. Menj inkább Russell, engem nem érdekel, csak menjél. Ne állj már meg! Bazeg! Úristen! Hát ez tőlem meg volt. Rohadjam meg! Levit megelőzte Russell, és utána lesatudod. Körözésből? Aha. Beleraktam a falba minden esetre. Figyelj, botát meg! Hát az a baj, hogy már utolsó pár kör, úgyhogy... Nem lesz itt semmi. De VSC-se. VSC-nen dobnád fel a pirosat. Persze, na, és azzal nagyon sokat nyernél is. Most köröztem a 11-et. Az para. Ez annyira irreális a lidegék. Aztán a többi meg alig érünk be. Hát spanyolon, 10-be.
tartani a tempót Bottasszal az újraindítás után. Még Bottas se lesz meg nekem. És ő egy hárdon volt, nem? Vagy valami egy kompandor? Ugyanazon ideje. Nem, szerintem ő nagyobban volt. Ő, szerintem mi izén voltunk, softon, ő meg ő médiumon volt. És azon rögtünk, hogy mi a szar. Ment egy legjobb kört, úgyhogy... Hárdon voltam meg ő is, ez az utolsó körben. Lehet. 800 körös mentem. De hárdon ment a legjobb kört, arra emlékszem. Ja, igen, akkor, hát, akkor utolsó csak azért keverem, hogy a legjobb ment. Idióták? Forgatott valami? Én saját magamat. Én saját magamat, de nagyon, és piros a szárnyam. Az hogy? Nem tudom, elment a hátsó tapadásom teljesen. Ja, először azt írta, hogy... Elfogyott a gumi a végére? 75%-os. Uha, nem, uha. Nem lesz meg Bottas. Először azt írta... Mi ez a baromság? Még van két kört. Jó van, még három, mert nem tud bevenni a kanyart. Hú, ez így para, defektem lesz a végére, és nincsen szárnyam sem. Verstappen se lesz meg. Jó, nem érlek utol, úgysem. Hát, Dani, ne legyél benne olyan biztos. Én 8 másodpercet hoztam Petin ebben a körben. Hogy jó, hát inkább kétszer. Megforgott azért. Balra nem tudok fordulni egyáltalán. Rá, egy miért belül? Hát te hülye vagy. Legjobb esetben leszek ennyi, hatodik. Ennyi és 78 két gumi. Nem érdekel, most lehet, hogy baromság, de... Nem. Körözöttek és ki akarnak lökni teljesen. Hagyjatok már élni. Mondtam majdnem, hogy jövök egy fast test, de ez lesz az utolsó. Ez lesz az utolsó, igen. Igen, most kezdtem az utolsót. Ez halál lesz, Dani, 3 másodpercre van hozott rajtam, amióta megyek, azóta még 3-at. Hát még 7. se leszek. Na, Kviat! De miért satúzol be az egyes kanyarban? Hát normális vagy? De ezt miért csinálják? 79 mind a kettő balos. Á, de körbeérsz. Úgyhogy Dani 2,5-re vagy két balos, és nem bírom befordulni. Nem tudok befordulni, basszus. Itt jön. Úgy érzem magam, mint Perez. Kajak! Úristen, nem fordul. Az a mákon van, ez a két idióta mögöttem, és hát a Danit föltartják majd. De jóisten, csak kilöknek engem. Azt a rohadt! 4 tized! Úristen! Még egy kör, akkor mész a levesbe. Még egy kör, akkor teljesen megyek a levesbe. Hát 3 másodpercet akarok. Gábor! Cutting success! Baszdmeg! Úristen! Ugye? A végére, hogy elment a koncentráció? A kurva élet? Azt a rohadt, elfáradtam ebben. Nem is gondoltam, hogy így el lesz kopva a hátsóm, és teljesen sima kigyorsítás, hogy vzz, elment a hátulja az állat. Hát ez fantasztikus volt. Mennyi lettél? 6. Jó az, nem para. De a 6-ot levonjuk, akkor? Akkor is. 5. Akkor adjuk már meg az 5-öt neki. Hát ez nevetséges volt itt a végén, hogy itt telekörözött. Ja, nem? Az egyik 3-ast biztos vegyük el. Vegyük már el azt, amit tehát ennek semmi értelme. Tehát ez azért vicc, hogy egyébként Peti, Magnussen satúzott az első kanyarban? Azt hiszem. Na, nekem Kvyat ugyanez. Ezek nagyon megijedtem. Én így nézek, hogy most ez mi az. Hát ez kemény volt így. Ez kurva fárasztó volt, atyúristen. Semmi nem fog történni, aztán végén dur. A végén. Minden. Ez baszki 4 tized. Úgy nyomtam, hallod. Utolsó. És hallod, amúgy meg lett volna, csak az utolsó előtti körben, amikor te hibáztál, vagy az utáni körben, én annyit bénáztam, mert annyira mentem volna előre, és akkor... Igen, ez a két hülye, ez úgy lögdösött, hogy nem érted, nem hagytak élni.
De ha nincs kviát, akkor én is ott lettem volna. Az csúnya lett volna, baszki. Amúgy egyébként ennyit számítanának az autókülönbségek? Jó, Daninak nyilván számít a Red Bull, de baszki, 1,4-jel jobb kört ment Dani, mint én. Hát figyelj, én jobb kört mentem, mert pedig én szót hardoztam. Nem tudom, nekem az egy kör volt azon kívül szinten, de nem jártam 8 alatt.